Nos, mondanám azt, hogy kedves hallgató, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy aki ezt hallgatja, nem mindenki lesz túlságosan kedves e szavaktól. Ugyanis ez az új sláger a világban, ez pontosan olyan, mint a 80-as években a Jojo a Neoton Familiától. Ez egy új sláger, ezt a slágert most mindenki imádja, hogy Bill Gates akarja elpusztítani az emberiséget és a világot, meg az Illuminati, meg a szabad kőművesek, meg a szabad szabómesterek, vagy nem is tudom, kik vannak ottan még. Ez az új sláger, ebben hisz ma a világ, kedves hallgató, megmondom őszintén, csak azért, hogy senki ne higgye azt, hogy én kevékedni akarok, vagy hogy én valakit le akarok nézni. Én is hajlottam e felé. Én is hajlottam arra, hogy elhiggyem, hogy Bill Gates, meg a bankárok, meg a bankigazgatók, meg az Illuminati, meg a szabad kőművesek akarják elpusztítani a világot. Ez nem így van, kedves hallgató. Aki meg fogja érteni, hogy ez nem így van, az ember már megtett egy lépést az élet irányába, a valóságos szabadulás irányába, nem csupán a szabadságról beszélés irányába. Persze ez a gondolat is, mint az összes többi megbotránkoztató, számomra is botrány. Mindig is azt mondtam, hogy az igazság az botrány, tehát ne várd azt, te, aki hazugságban élsz, aki bűnök között fetrengsz, ne várd azt, hogy találkozz az igazsággal, és nem fogsz megütközni benne. Teljesen biztos, ha te konkrétan, valóságosan találkozol az igazsággal, akkor meg fogsz benne ütközni, meg fogsz botránkozni. A Biblia nem hiába beszél arról, Jézus nem hiába mondja azt, hogy az igazság botrány, az apostolok nem hiába mondják azt, hogy ő a botránykő. Tehát az igazságban mindenki megbotránkozik, beleütközik, és aki beleütközik, az nyilván szét is törik az igazság által. De aki széttörik az igazság által, annak megadatik a lehetőség arra, hogy újból felépüljön, új emberré váljon, avagy újjászülessen, mint ahogy mondja az írás. Tehát aki arra számít, hogy hallgatja a videóimat, és meg fog nyugodni azoktól, az téved. Mindenkit meg kell úgymond, hát botránkoztassak, hogy itt ezen az oldalon, a kiáltószó.hu-n, a YouTube csatornámon, a Facebookomon nem lesznek olyan gondolatok, amelyek mostantól főképp, amelyek megnyugtatnák a hallgatókat. Mert az én dolgom nem az, hogy megnyugtassam azt az embert, aki hazugságban él, aki meg van tévesztve, hanem az én dolgom az, hogy minél több embert megbotránkoztassak, minél több ember megütközzön, minél több ember választás elé kerüljön, hogy tudja egyértelműen is határozottan eldönteni, hogy ő merre akar tovább menni, tovább haladni az úton. Tehát ez a kijelentés, a cím ugye, hogy nem Bill Gates fogja elpusztítani világot, ugye ez botrány, mert ma ez az új bálvány, ez olyan, mint a Csíksomjszűz Mária. Tehát most mindenki ebben akar hinni, hogy már pedig Bill Gates a hibás, az az alatomos, mocsok őrült pszichopata, aki a vakcinákat tervezi és be akarja oltani az egész világot. Mindenki ebben akar hinni, és épp ez a megtévesztés, kedves hallgató. És ez az, amit úgy igazából fontos lelepleznünk ahhoz, hogy értelemre, életre támadjunk. Mert hogyha ezt nem lepleztük le saját magunkban, ezt az őrültséget, ezt a gonoszságot, ezt a hazugságot, akkor teljesen biztos, hogy aki továbbra is megmarad ebben a hárításban, abban a mesében, hogy az Illuminati, meg a szabad kőművesek, meg a Bill Gates pusztítja el a világot, az ember nincs ahogy megszabaduljon, nincs ahogy győztesként kerüljön ki ebből a harcból, ami van a világban mostanában. Tehát akkor röviden a kiírás, amit a Facebookon megtalálsz, valamint a YouTube csatornán a videó leírásában a következő. Ha abban hiszel, hogy Bill Gates és az úgynevezett Illuminati fogja elpusztítani a világot, örök veszteségre ítéled magad. Hello, megkérlek szépen, ezt jól fontold meg, ezt jól vésd az eszedbe, hogy mindaddig, amíg te azt hiszed, hogy az Illuminati, a szabad kőművesek, meg Bill Gates pusztítja el a világot, addig teljesen biztos, hogy a vesztesek oldalán állsz még mindig, és te fogod magadat veszteségre ítélni. Nincs ahogy győz.
a sötétség, mondjam azt, a sötétség erőivel szemben, vagy a hazugság erőivel szemben. És hogyha ezt a videót tovább fogod hallgatni, meg fogod érteni, hogy ezt miért mondom. És hogyha van egy picike értelem benned, tisztán fogod látni, hogy mi ennek a lényege. És még az is megtörténhet, még annak a lehetősége is fennáll, hogy azáltal, hogy ezt megérted, konkrétan, valóságosan meg fogsz szabadulni az összes hazugságból, mindenféle hazugságból, mindenféle megtévesztésből. Ismétlem a fő tézist, miszerint, ha abban hiszel, ha bárki abban hisz még itt a világon, hogy Bill Gates és az úgynevezett Illuminati fogja elpusztítani a világot, vagy a pápa, vagy a Vatikán, hangsúlyozom, hogy ne higgyétek azt, hogy valakit meg akarok bántani, én is beleestem ebbe a csapdába, nem vagyok különb, mint te, nem vagyok okosabb, mint te, egyáltalán nem vagyok sem intelligensebb, sem bölcsebb, mint te. Én is, amit kaptam, egy kicsi látást, egy kicsi értelmet, ajándékba kaptam a magasságos Istentől. Ennyi az egész. Tehát, hogyha abban hiszel, hogy Bill Gates és az úgynevezett Illuminati fogja elpusztítani a világot, örök veszteségre ítéled magad, te saját magadat ítéled örök veszteségre, mert egy távol jelenséggel szemben sosem győzhetsz, mert egy távol jelenséggel szemben sosem győzhetsz. Ha te abban hiszel, hogy az UFO-k pusztítják el a Földet, meg a te világodat, a te nyugalmadat, a te békédet, akkor nincs ahogy győz, örök veszteségre ítélted magad. Ha abban hiszel, hogy Bill Gates fogja elpusztítani a világot, nincs ahogy győz, mert Bill Gates távol van tőled. Érthető? Tehát ő nagyon távol van. Ott van Amerikában, és Amerikában sincsen jóformán, mert senki sem látja. Ez szinte egy fantomkép, ugye? De mindenki róla beszél. És milyen szép kis terv, ugye, hogy mindenki azt hiheti magában, hogy Bill Gates a fő bűnös ma a világban. Nem, kedves barátom. Ha kíváncsi vagyok, ki a fő bűnös ebben a világban, akkor menjél be a mosdóba, és ott biztos van tükröd, nézz a tükörbe, és akkor meg fogod látni, hogy ki a fő bűnös a világban. És hogyha meg fogod látni magadban a bűnöket, azt a szellemiséget, ami a halált imádja, a halált kergeti folyton, akkor teljesen biztos, hogy megkaptad a lehetőséget arra, hogy feléledj, hogy meghalj egy hazug képnek, egy hazug énképnek, egy hazugságnak, és újjá szüles, új teremtés legyen belőled. Tehát ezt próbál meg valahogy megérteni, hogy mindaddig, amíg a te ellenséged távol van, egy másik galaxisban, egy másik univerzumban, egy másik országban, egy másik kontinensen, addig nincs ahogy legyőz az ellenséget, mert távol van számodra, elérhetetlen, utolérhetetlen távolságban van ő, nincs ahogy harcot nyerj ellene. Viszont, hogyha az ellenséget közel van hozzád, és ugye olyan távolságból van, hogy te konkrétan tudsz vele hadakozni, akkor még fennáll a lehetősége annak, hogy győzz. De a távol jelenségekkel szemben, akiket nem tudom én hány bodyguard vesz körbe, meg ilyen golyóálló autók, meg helikopterek, azokkal szemben nincs esélyed győzni. Ezért a legcélszerűbb, kedves hallgató, az, hogy az ellenséget, az úgynevezett ördögöt, az úgynevezett sátánt megkerest saját magadban. Ma reggel írtam ki a Facebookra, hogyha ez a világ, a földünk lakossága, az összes ember egyszerre mondaná ki a következő mondatot, miszerint rajtam kívül senki sem hibás, abban a helyben leszállna a menny a földre. Persze ez egy nagy dolog, tehát ez kicsi a valószínűség, hogy ez megtörténjen, mert a legtöbb ember éppen úgy imád hárítani, éppen úgy imádja hárítani a felelősséget, mint te és én. De aki a felelősséget hárítja, kedves barátom, esélye sincs a szabadulásra. Nyomorúságban fog elpusztulni, és tehetetlenségben fog elpusztulni, sőt haraggal, meg nehezteléssel, meg
meg bocsánat nélkül, feloldozás nélkül fog elpusztulni, és a nyomorúságát magával viszi a túlvilágra, abba a dimenzióba, ahol már nem lesz sem teste, sem semmi más eszköze, ami által megszabadulhatna, mert bekerülsz az örökké valóságba, bekerülsz a tér és idő nélküli állapotba. Ezért mondja az írás, hogy örökké valóság, a pokol is örökké valóság, kedves hallgató, ugyanúgy, mint a mennyek országa, az is örökké valóság. Tehát amennyiben nem tudtad legyőzni az ellenségedet, mert túl távol kerested magadtól, túlságosan messze kerested magadtól, ugye Gyurcsányban, vagy Orbán Viktorban, vagy Obamában, vagy Oszamában, vagy a helyi képviselőkben, meg képmutatókban, teljesen biztos, hogy nincs ahogy, nincs semmi lehetőséget arra, hogy te szabad lehess. A következő mondat, mert tulajdonképpen két mondat van kiírva a Facebookon, meg a YouTube-on, a videó leírásában az, hogy ha Krisztus világossága által meglátod saját magadban a halált, kedves agató, de ez muszáj hangsúlyozzam. Tehát üvölteni már nem akarok, mert könnyen megfájdul a torkom, és talán nem is kell üvöltsek, hanem így is megérti, aki megértheti. A Krisztus világossága által, az igazság világossága által, az örökké való igazság által, az örökké való igazsága által, az Isten igaza által, ha meglátod saját magadban a halált, amely az élet ellen hadakozik, és legyőzött azt, bementél az örök életre. Ha a Krisztus, az itt mondom, hogy Krisztus, tehát azért nem mondom csupán azt, hogy az igazság által, mert azt hiszik az emberek, én is azt hittem nagyon sokáig, hogy az igazság relatív. Barátom, a rossz hír az, és egyben a jó hír is, hogy az igazság nem relatív, egyáltalán sem relatív. Az igazság ténylegesen, szavakkal és tetlegesen ki volt jelentve az Úr Jézus Krisztus által, aki legyőzte a hazugságot és azzal legyőzte a halált. Tehát ezért fontos nekem mindig hangsúlyozni, hogy nem egy relatív igazságról beszélek, nem az én érzéseim igazságáról beszélek, hanem a Krisztus által bemutatott igazságról beszélek, amely mellesleg az én lelkismeretembe is bele volt kódolva a teremtés kezdetétől fogva. De mivel, hogy mi eltávolodtunk attól, kezd egyre inkább elhalványolni a lelkismeretünk hangja, ezért már nem igazán halljuk az igazságot. 2000 évvel ezelőtt sem hallották az igazságot, és ezért volt szükséges az, ami le van írva a János evangéliumának az első fejezetében, hogy az igazság testé lett, ő benne testé lett, neki nem volt veszíteni valója, ő nem félt, ő nem fosta össze magát mindenféle propagandától, sem a leprától, sem a Covid-tól. Nem kötött ő kompromisszumot sem a császárral, sem Poncius Pilátussal, sem Herodessel, sem a haverokkal, sem anyukával, sem apukával, senkivel. Tehát ő senkivel nem kötött kompromisszumot. Ezt jól vést az eszedbe. Mert ahhoz, hogy megszabadulhass, szabad lélekké válhass, neked is ezt kell, úgymond ezt az utat kell járnod. És igenis, nagyon inspiráló lehet az ő tanítása, az ő kijelentett beszéde, amit megtalálsz a négy evangéliumban. Ő konkrétan megmutatta azt, hogy hogyan válhat szabaddá. Ha neked más a véleményed, semmi gond, meg van engedve, lehet más a véleményed. De ne felejtsd el, amikor olyan nagy nyomorúság az életedben, akkor ne felejtsd el, hogy te így döntöttél. A te döntésednek egyenes következménye az, amit tapasztalsz. Hallottad az igazságot, hallottad az útjelzést, amit most is kapsz a videó által, de te úgy döntöttél, hogy te majd még egy darabig Bill Gatesnek a propaganda videóit fogod osztogatni a YouTube-on és a Facebookon. Tehát, ha a Krisztus világossága által meglátott saját magadban, nem Bill Gatesben, nem Donald Trumpban, nem Putyinban, nem Orbán, hagyd a fenébe a szerencsétlen Orbán Viktort, neki is van baja elég, mert be van épülve a piramisba, felülről őt is nyomják, lentről is nyomják, össze van ő préselve. Nincs neki szüksége arra, hogy még te is piszkálgasd őt.
azáltal ő nem fog megszabadulni. Jézus nem hiába mondta azt a botrányos kijelentést, szavakat, hogy imádkozz az ellenségeidét. Hogyha téged mostan éppenséggel nyomorgat az Orbán Viktor, vagy bárki más, akkor imádkozz érte. Mert egyedüli lehetősége, esélye a szabadulásnak neki is az, ha te szereted őt, avagy imádkozol érte. Mert Orbán Viktor nem tudja, mit csinál. Nehogy azt hitt, hogy én védem ezeket a hogy is mondjam, védem ezeket a megtéveszett embereket, akik a hatalomba beépültek, a hatalmi piramisba beépültek, és ott haldokolnak, nem védem őket, nincs ahogy védjem őket, mert ők is meg vannak tévesztve. Én nem mellettük beszélek, de amire fel szeretném hívni a figyelmet, kedves hallgató, az, hogy ellenük sem beszélhetek, nem beszélhetek ellenük, mert ha ők benne maradnak a piramisban, sajnos sosem fognak szabadulást látni, az ő lelkük sosem fog szabadulást látni. Nem mellesleg, részben miattad vannak ott, tehát Orbán Viktor, a Gyurcsány, meg a társai miattad vannak ott, mert te voltál az, én voltam az, mindannyian azok voltunk, akik gyakorlatilag őket választottuk. Mi hittünk az Orbán Vikiben, hittünk a többiben is, ugye? Tehát ez is ugye a hárításnak a következményeképpen történt. Én elhittem, hogyha megszavazom Orbán Viktort, vagy a másikot, vagy a harmadikot, azáltal majd Magyarország hirtelen ki fog virágozni. De ez nem fog, nincs, hogy megtörténjen, kedves hallgató. A virágzás ott van a te szívedben, a te lelkedben, a te Isten adta lelkiismeretedben, amelyet az Úristen hajlandó megeleveníteni számodra az evangélium ereje által, az evangélium szavai és az evangélium ereje által. Tehát nem őket védem, de arra próbálom felhívni a figyelmet, amíg te őket támadod, addig teljesen biztos, hogy olyan ember vagy, aki beleesett a mocsárba, és elkezd pánikolni a mocsárban, elkezd kapálózni, és még gyorsabban süllyedsz a mocsárban, és egyszerűen nincsen szabadulásod, mert minél jobban rukkapálózol, annál hamarabb, annál gyorsabban süllyedsz lefelé. Ez a lényege az egésznek, ennek a videónak. Tehát nem a mocsárban nem kapálózni kell, hanem meg kell nyugodni, be kell menni ott is a csendben, hogy az ember meglássa a valóságos kiútat onnét. Ez a lényeg az egésznek. És akkor most elmondom, hogy miért nagyon veszélyes hárítani, miért nagyon veszélyes kint keresni az ellenséget, miért nagyon veszélyes a mások szálkájával foglalkozni, miközben egy hatalmas gerenda lóg ki a szemeinkből. Azáltal, kedves hallgató, hogy én vagy te, vagy bárki, támadja a hazugságot, mert az, ami van a világban, a vakcinák körül, Bill Gates körül, az teljesen nyilvánvaló hazugság. Tehát én nem mondtam, hogy az igazság, sőt, én nem hiszem, hogy az oltás a megoldás, nem hiszem, hogy Bill Gates jót tesz. De viszont azáltal, hogy én támadom őt, a szép magyar nyelvünk elmondja, hogy én támogatást adok nekik, tehát az én figyelmemből tudnak ők úgymond növekedni, terebélyesedni. A hazugság, a világ hazugság az én figyelmem által tud növekedni és erősödni. Épp azáltal, hogy én azt osztom meg a Facebookon, a YouTube-on, a világhálón, hogy figyeljen ez a Bill Gates mivel foglalkozik, meg akar ölni minket az oltásaival, amíg ezt teszed, teljesen biztos, hogy a halál felé menetelsz, sőt rohansz, kedves hallgató, nem csupán a fizikai halál felé, hanem a lelki romlás, a lelki megsemmisülés, a lelki kárhozat felé rohansz. Tehát most akkor elmondom azt, hogy egy olyan érdekes meglátást, amit még annak idején Nepálban egy egyetemen tartottam előadást, és ott mondtam el az ottani tanároknak és professzoroknak, akik az elején nem vették komolyan, hogy fognak bármi értelmeset hallani az én ajkaim által. És a végén meg örültek és ölelgettek engemet, hogy mekkora meglátás. Persze ez nem az én érdemelkedes agató, mert az igazság az van. Az igazságot azt nem én találtam ki, az ott van, körül ölel bennünket mindenható. A király, kedves hallgató, hogy van neki hatalma? A királynak úgy van hatalma, a Bill Gatesnek úgy van hatalma, hogy
az emberek szeretik őt. Vagy pedig az emberek támadják őt. Amikor az emberek szeretik a királyt, a zsarnokot, akkor megerősítik őt. Hogyha az emberek támadják a hatalmat, a rendszert, akkor is megerősítik őt. Én ezt már többször elmondtam, nem tudom, hogy hányan voltak képesek felfogni, de tényleg fogászkodom az Úristenhez, hogy minél több ember megértse a lényeget ebben, hogy mit jelent az, hogy a királynak a hatalma úgy a támogatással, mint pedig a támadással megerősödik. Ezt most akkor próbáljuk elképzelni a fizikai valóságban. Hogyha tegyük fel, vagy mit tudom én, Mátyás király, szeretik őt az emberek, megadnak neki mindent, ugye, megadják a megfelelő támogatást neki, aranyat, ezüstöt, vasat, rezet és mindent, amire szüksége van, hogy ő felszerelje az ő hadseregét. Viszont, hogyha nem szeretik őt, hanem gyűlölik őt, akkor is ugyanezt teszik, mert a király érzi, hogy ő gyűlölve van, támadva van, az emberek figyelme rajta van, és épp azért ő meg fogja erősíteni a hadseregét. Tehát Magyarországon, a hősök terén, vagy pedig Romániában, vagy bárhol a világon az emberek minél jobban tüntetnek, lázadnak, annál inkább megerősítik azt a hatalmat, ami ténylegesen majd fizikailag el fogja tiporni az emberiséget. Tehát azáltal, hogy én támadom őket, és osztogatom az ilyen összeesküvés videókat a három orvostól, meg az oltásokról, meg mindenről, azáltal én megerősítem őket. És ez az, amit nehéz felfogni. Nehéz felfogni mindaddig, amíg az emberben meg nem jelenik a legeslegfontosabb dolog, a legeslegfontosabb érzelem és vágyakozás, ami nem más, mint az igazság szeretete. Amikor az ember elkezdi éhezni és szomjózni az igazságot, mert már tele van a hócipője, a sok Facebookos hírrel, a televízióval, az embertársai véleményével, saját maga véleményével, saját véleményeivel tele van már a hócipője, akkor kerülhet be az ember ebbe az állapotba, amikor azt mondja, hogy engemet már semmi nem érdekel az ég adta világon. És még ad egy utolsó esélyt a világteremtőjének, az életszerzőjének, hogy Istenem, ki tudnád nekem jelenteni az igazságot, és akkor kapja meg az ember azt az úgynevezett lelket, ami segít neki megérteni, hogy mi történik a világban. Ad neki lényegi látást, elveszi a szellemi vakságot tőle, és ugyanakkor meglátja azt is, hogy mi a kiút a labirintusból, mi az igazság keskeny útja, keskeny ösvénye. Tehát csak így tudja megérteni az ember azt, hogy mit jelent az, hogyha egy olyan hazugságot, mint például a Covid, vagy a Musk, meg a Bill Gates, meg a társai, hogyha az emberek támadják, azáltal az erőt kap, erővel van bombázva, az emberek figyelme által bombázva van, az emberek népszerűsítik azt, és egyszerűen csak felerősítik azt a jelenséget. Nem, hogy kioltanák, nem, hogy megsemmisítenék, hanem épp ellenkezőleg felerősítik azt. Menjünk vissza az időbe, 2000 évvel ezelőtt mi történt. Jézus ő elmondta az igazságot, hirdette mindenhol, úton, útfélen, templomban, utcákon, mindenhol hirdette az igazságot. De neki nem volt plakátja, nem volt neki zseton, nem volt neki suska arra, hogy ilyen hatalmas előadásokat szervezzen, mint ezek a keresztény pásztorok, meg ezek a életmód tanácsadók, mint a Szabó Péter. Tehát ezért ugye mi történt? Az, hogy ő hirdette az igazságot kicsiben, az emberek odamentek, hallották, megérintette őket, szájról szájra terjedt a hír az igazság szeretői által. De viszont, kedves hallgató, ami a legfontosabb az, hogy az igazság, az evangélium, az Jézusnak a tanítása, az életről szóló szavai terjedtek az ellenség erői által is. Ezt próbál meg valahogy felfogni, mert hogyha ezt megérted, akkor nagyon sok mindent megértesz az életről. Tehát az történt, hogy mint ahogy meg volt írva, meg volt jövendülve, állítólag, hogy az Ószövetségben, hogy ő valóban meg kellett halljon, és valóban kellett támadják őt. A buta császár, a buta Poncius Pilátus és a Herodes mit csinált? Meg a Sanhedrin, a zsidó papok és főpapok mit csináltak? Támadták őt, megtámogatták őt, minél jobban támadták őt, az emberek annál inkább kíváncsiak lettek rá, és annál több embert értette meg az életnek az alaptörvényét, a szabadulás útját, azt a Krisztusi igazságot, amit Jézus bemutatott számunkra.
Tehát Jézusnak úgymond a marketingese, tudod ki volt? Poncius Pilátus, a császár, a Heródes, a papok, a főpapok, a Sanhedrin, és ezek a fő muftik, a fő cirkuszisták. Ők voltak Jézusnak a marketingesei. Ők népszerűsítették az ő igazságát, minél jobban támadták őt, kedves hallgató, annál jobban terjedt, mint futótűz az igazság. És Jézus azt mondta, hogy hát engemet támadtak, engemet sátának neveztek, ugye, mint ahogy ez megtörténik ma is, ugye az ő követőivel azt mondja, hogy titeket is annak fognak nevezni, sátánnak, ördögnek is, Belzebúnak, mert nem vagytok nagyobbak, mint a ti mesteretek, az életmestere, aki ő volt, ugye a Krisztus. Tehát, de azt mondja, ez így meg kell történjen, ő ezt el is mondja nekünk, én most nem fogom fellapozni a Bibliát, mert akkor kizökkentem magamot a gondolatmenetből, de benne van az, hogy amikor a bíróság elé lesztek állítva, akkor ne fossatok, nem azt mondja, ne fossatok, azt mondja, ne féljetek. Ne féljetek, hogy mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem az ti atyádoknak, az igazságnak a lelke, a vigasztaló, a pártfogó, a segítő, a mindenható Istennek a lelke fog szólni ti általatok, és ott is meg fog dicsőülni, avagy ott is meg fog mutatkozni. Tehát szükséges az, hogy az igazságnak az ismerőit, az igazság hirdetőit támadják be, minél jobban támadják őket, annál jobban terjed az az igazság, ami által konkrétan, valóságosan, ténylegesen megszabadulhatnak emberek ebből az elbukott világból. Na de mi a helyzet, kedves agató? A helyzet az, hogy ezt a császár is megértette. Tehát a világ uralkodója, a világi hatalmak is ezt megértették, hogy minél jobban támadják őket, annál jobban terjed az ő hazugságuk. Érthető? Tehát ez fordítva is igaz? Hello, ébresztő! Tehát amíg te osztogatod azért az antivakcinás, meg az antimaszkos, meg a nem tudom én milyen anti-Bill Gates-es, meg az anti-illumináti információkat, amelyek mellesleg szintén tőlük származnak, addig te ugyanúgy támogatod az ő propagandájukat, és népszerűsíted azt, mert nekik szükségük van arra, hogy támadd őket. Nekik teljesen mindegy, hogy te egyetértesz velük, vagy pedig támadod őket. Egy dolgot ne csinálj. Az ő szempontjukból, az ő szemszögükből egy dolog veszélyes, veszélyesebb mindennél, és pedig az, hogy figyelmen kívül hagyod őket. Mert azáltal, hogy figyelmen kívül hagyod őket, ők kevésbé tudnak úgymond növekedni, terjeszkedni ebben a világban, mert ők az emberek, a megtévesztett emberek energiájából, életidejéből, életenergiájából nyerik az erőt. Mi ez? Hát a hazugsághoz, a megtévesztéshez. Azt hiszem, hogy így már akkor talán mindenkinek, aki megértette, meg is értette, hogy miért mondom azt, hogyha abban hiszel, hogy Bill Gates és az úgynevezett Illuminati fogja elpusztítani a világot, örök veszteségre ítéled magad, mert az értékes, mert hello, komám, kedves barátom, neked is megvan az értékes életidő és életerő. Ezt mindenki megkapta, mint kezdőcsomagot az MV-nél, vagy az Oriflame-nél, ugye az Avon-nál. Az ember megkapja ezt a kezdőcsomagot Istentől, azt a, mit tudom én, X életévet és életerőt, tehát az időt és az életerőt. Mindenki megkapta ezt. Mire kaptad ezt az életerőt, kedves barátom? Arra kaptad, hogy visszatalálj az Édenbe. Visszamenj az Édenbe, ahonnét ugye az Ádám és Éva eltékozoltak. Na de most gondolj arra, kedves barátom, hogyha te azt az értékes életidőt és életerőt arra tékozod, arra pazarod, hogy ha a Bill Gatesről szóló összeesküvés elméleteket megoszd a Facebookon, akkor te mikor fogsz visszatalálni az Édenbe, a paradicsomba, a mennyek országába? Soha. Elrothatsz, a lelked el fog rothadni. Mert az időt és az erőt, amit te kaptál a jó Istentől, arra fecsérlet, arra pazarlot, hogy támadd a hazugságot, ugye az ellenséget. Ezáltal megtámogatod őket, mert ők, ahogy Jézus mondja, ha majd egyszer meg fog szállni a Szentlélek Istennek a jelenléte, és el fogod olvasni az evangéliumot, úgy, mint éhező és szomjúhozó gyermek, úgy fogod azt olvasni, akkor meg fogod érteni, hogy miért beszél Jézus tolvajokról.
Azért beszélsz a tolvajokról, mert ők a te erődből, a te idődből gazdálkodnak, és a te erődből, a te idődből építik fel ezt a rothadó birodalmat, amit ugye felépítünk, az ugye az leomlik. Tehát pontosan, mint Kőműves Kelemenék, ahogy építették a Dévavárát, amit felépítettek estére, leomlott reggelre. Erről szól a mai világ, a rothadó világ. Jézus egyértelműen elmondja, persze ezt nem muszáj neki elhinni. Ha téged nem érdekel, akkor ne hidd el, ne foglalkozz vele, higgyél abba, ami itt folyik a világban. De ő azt mondja, hogy kedves barátaim, kedves ellenségeim, az én országom, az én hazám nem ebből a világból való. Tehát én lejöttem ama tökéletességből, értetek, hogy nektek megmutassam az utat fölfele. De amíg te kifelé köpködsz, és te keresed az ellenséget a polgármesterben, az Orbán Viktorban, a Bill Gatesben, addig te nem fogod meglátni az utat, mert a figyelmedet ráfordítod az ellenségeskedésre, arra, hogy támadd őket. Erre azt mondja Jézus, hogy aki kardot ragad, kard által fog elveszni. Tehát te, kedves barátom, aki támadod ezt a rendszert, ezt a amúgy is bűzlő rendszert, ez a rendszer amúgy saját magát leépíti, de csak ki kell lépjél belőle, ne érintsd meg, ne foglalkozz vele, ne is támad, ne is támogasd, ennyire egyszerű az egész. De viszont, ha te támadod ezt a rendszert, támadod ezeket a bohócokot, Isten bocsánat, nem akarok még róluk sem kevélyen beszélni, mert hát ha őket is megmenti az Úristen valahogy valamiképp. Isten tudja. De ha te támadod őket, akkor azt csinálod, amit Jézus mondott, hogy ne csináld. De mivel, hogy te a vallást ismerted még csak mostanig, és te személyesen nem találkoztál az ő élő valóságával, ezért nem érted a lényeget. Nem érted, hogy ő miért mondta azt, hogy kard által vész, aki kardot ragad. Érthető? Tehát, és persze szimbolikusan ő beszél egy másik kardról is. De a probléma az, hogy te a hatalom kardjával akarsz szembe menni a hatalommal. Igen ám, de a hatalom az ő kardjával sokkal erősebb, mint te. Te kezdő vagy, és mindig is kezdő maradsz hozzú képest. Ezért veszíteni fogsz, teljesen biztos, hogy veszíteni fogsz. Ő azt mondta, hogy ragad meg az én kardomat, kapsz egy másik kardot, az igazság kardját. Oda nem izom kell már, hanem lélek, szent lélek. Mert ugye a Jelenések könyve azt mondja, hogy az ő szájából kijövő két élő éles kard fogja elpusztítani ezt a hazug, rothadó világot. Tehát akik az ő katonái, az ő emberei, az ő barátai nem a hatalom kardjával fognak kardozni, mert ők tudják, hogy a hatalom kardjával, hogyha a hatalommal szembe mennek, teljesen biztos, hogy ők fognak veszíteni. Mert a hatalom ő zseni, ő tudja, hogy kell forgatni a hatalom kardját. De viszont, hogyha te az igazság kardját megismerted, magadhoz vetted, és azzal kardozol, akkor teljesen biztos, hogy megmenekülsz. Ez a lényeg, kedves barátom. Megnézem, hogy még mit is lehetne erről mondani, erről a témáról. Lássuk, hogy van, aki megértette ezt, amit mondtam mostanig, vagy... Nagyon bölcs szavak. Örvendek tűnne, hogyha bölcs szavak. Hála Istennek, hogy valaki megérti, tényleg. És nem az én érdemem egyáltalán. Én csak elmondom, amit az Úristen a szívemre helyez, aztán mindenki azt kezd vele, amit akar, illetve amit tud. Igen, a tüntetések, a lázadások. Figyeld, mi történik Magyarországon. Hónapok óta hirdetik az okos tojások. Elnézést, kicsit ugye kevésen fogalmaztam, ezek a orvosok, akik összefogtak ugye a tudomány nevében, hogy bebizonyítsák, hogy a maszk nem ér semmit, meg hogy nem kell feltenni, meg minden. Tehát ők ezt ugye hirdetik, de ugyanakkor mi történik, kedves hallgató? Az történik, hogy Magyarországon az egész magyarság meg van alázva, mert behozták azt a törvényt, hogy maszk nélkül nem mehetsz be sehova, lassan maszk nélkül nem is mehetsz be a hálószobádba. Tehát még lefeküdni sem szabad majd maszk nélkül. De miért van ez, kedves hallgató? Azért, mert ezek az emberek, mivel nem ismerték meg az igazságot, a Krisztust, még mindig azt hiszik, hogy össze kell fogni. Na hát össze vannak fogva Magyarországon. Mit értek az összefogással? Ugye, hogy semmit nem értek? Mert összefogtak a hazugság ellen. És a hazugság ellen, hogy összefogott a magyarság,
hogy ezek az orvosok meg a társaik összefogadták a magyarországiakat, a magyarokat, azáltal még jobban megtámogatták a rendszert. Még jobban megtámogatták a rendszert, mert támadták, tehát megtámogatták, és mégis behozták a törvényt, miszerint maszk nélkül jóformán purcolni sem lehet Magyarországon. Ugye milyen megalázó? Ugye milyen megalázó? És ugye mennyire egyértelműen láthatjuk azt, hogy az összefogás nem ér semmit. És nem hiába mondtam azt, hogy tehát maga az igazságnak a lelke minket nem összefogásra hív, kedves barátom, hanem az igazság megismerésére, az igazság kardjával való hadakozásra hív, harcra hív, a nemes harcra hív. Mert hiába fog össze a vak a némával, a néma a sükettel, a süket az epilepsziással, az epilepsziás az autistával, abból mi lesz? Ugye érthető a lényeg. Márpedig, hogyha egy bűnös ember összefog 10 bűnös emberrel, egy tudatlan ember összefog 10 tudatlan emberrel, abból nem lesz tudás, abból nem lesz igazság. Ezért mondtam azt, hogy az a szellemiség, amely az embereket Magyarországon lázítja és tüntetésre viszi, az a szellemiség ugyanaz a szellemiség, amely megtéveszti őket. Tehát nem tudom ezt, hogy lehetne tovább fokozni, meg magyarázni, de ez a lényeg, kedves hallgató, hogy mindaddig, amíg te köpködsz ottan, lázrozol magadban, meg a Facebookon, meg a YouTube-on, meg mindenhol, azáltal te semmit nem érsz, maximum annyit, hogy az amúgy is rossz helyzetet még inkább súlyosbítod a lázadásoddal. Tehát ezért, aki összefogásra akar téged buzítani, hogy fogjunk össze, meg lázadjunk, meg tüntessünk, az teljesen biztos, hogy téged még jobban be fog vinni a csapdába. Ahonnét nem biztos, hogy lesz neked majd kiútad. Ha valaki látta az 5. pecsét című filmet, abban Latinovics Zoltán, ugye a fő hóhér, a kínzómester, elmondja, hogy miért kínosztatják az embereket. És a beszédében azt mondja, hogy a fő cél az, hogy tehát nem az, hogy megkínozzák őket és nagy fájdalmat okozzanak nekik, hanem az, hogy az emberekkel megutáltassák saját magukat, hogy az ember ne tudjon tükörbe nézni. Ez történik mostan Magyarországon, kedves, nem csak Magyarországon, az egész világban egyébként. Hogy az ember meg fogja utálni saját magát, nem fog tudni tükörbe nézni, és rá fog jönni arra, hogy nem ért semmit az ő lázadozásával, mert a gyávaság küszöbét nem tudta áttörni sehogy sem. És bár nem ért egyet sem a maszkviselésével, sem az oltásokkal, sem a mikrocsippel, mégis belekényszerül majd abba. És ez az a pont, amikor nagyon sok ember meg fog törni, meg fogja utálni, meg fogja gyűlölni saját magát. És ez az a pont, kedves hallgató, amikor nagyon sokan még fognak találkozni Krisztussal. Pontosan azáltal, hogy meggyűlölik magukat. És akkor most jól kapaszkodjál meg, mert jön egy újabb sokkoló kijelentés, és pedig az, hogy minden rendben van. Tehát ez is az Isten törvénye szerint működik, kedves hallgató. Hogy a sanyargattatás következtében nagyon sokan, és azáltal, hogy mindenki rá lesz kényszerítve a kompromisszumra, azáltal sokan meg fogják gyűlölni magukat. Mert az az ember, aki nem gyűlölte meg saját magát, mint ahogy Jézus mondja, aki nem gyűlölte meg a saját hazug lelkét, az ember nincs, ahogy megismeri az igazságot. Tehát valamelyest még a hatalom is Isten kezében van. Ne nézzük Istent Pinókiónak, kedves hallgatók. Nehogy valaki azt higgye, hogy Isten elvesztette a kontrollt a világ fölött. Nem, egyáltalán nem. Minden az ő kezében van. Minden földi hatalmasság, mindenféle ilyen Bill Gates meg Orbán Viktor az ő kezében van. Az más, hogy például, ha Orbán Viktor, meg a magyarországi vezetők, meg a románia vezetők, hogyha megmaradnak a piramisban, megmaradnak a Júdás oldalán, hát ők is sajnos a saját lelkükkel játszanak. Tehát elveszítik a lelküket, teljesen biztos. De viszont mindaddig, amíg ott vannak, ők is Istennek a tervét hajtják végre. Szükséges, hogy ez megtörténjen, ami mostan történik. Tehát Júdás is valamelyest Istennek a tervét hajtotta végre. Jézus azt mondta Judásra, Orbán Viktorra, és az összes többi vezetőre, aki fejet hajtott a hatalomnak,
ahelyett, hogy az igazságot a mindenható Istent kereste volna, azt mondja rájuk, hogy szükséges, amit ők tesznek. Tehát szükséges az, hogy a judások elárulják az igazságot. Szükséges, hogy a judások azt propagálják az emberek számára, hogy kell oltás, meg kell maszk, meg kell mikrocsip. Ez mind szükséges. Hogy miért szükséges, kedves lagató? Azért szükséges, hogy az ember szembesüljön az ő élete döntésének a következményeivel. Ugyanis, az előbb írtam ki a Facebookra, hogy a maszk, a magyarországi maszk és a román maszk gyakorlatilag nem más, mint a mi álarcaink és a mi képmutatásainknak a megtestesülése. A maszk, a magyarországi maszk, az európai, az amerikai maszk, az összes maszk nem más, mint az emberiség képmutatásának, álarcainak a fizikális kivetülése. Ezért ugye fontos ez megtörténni, hogy az ember szembesüljön, hogyha már képmutató voltál, és még mindig jópofizol a Facebookon, még mindig egy hazug képet mutogatsz a Facebookon az embertársának, hogy megtévezd őket, akkor tessék egy maszk, hogy már legyen szilárd, hogy szilárduljon meg rajtad az álarc, amit te felvettél úgymond szellemileg, amikor hazugságba kerültél önmagaddal, Isteneddel és embertársaiddal szemben. Ezért szükséges az, amit csinál Bill Gates, Orbán Viktor, meg minden vezető. De viszont, mit mond Jézus? Tehát szükséges, hogy ezt a szerepet valaki betöltse. De azt mondta, hogy azt mondja a judásnak, a judásoknak ma is, hogy jaj annak, aki elárulja Jézust, a Krisztust. Jaj annak, aki elárulja az igazságot. Jaj annak, aki az embereket hazugság felé viszi. Meg kell ez történjen, hogy az emberek szembesüljenek, de viszont jaj annak, aki ezt megcselekszi. Jaj azon személyeknek, akik által ez úgymond meg fog történni. Az ilyen ember azt mondja Jézus, hogy jobb, hogyha meg sem születtek volna, jobb lett volna, ha meg sem születtek volna az ilyen emberek. Tehát te ne arra ugyál Bill Gatesre, se Orbán Viktorra, se egyikre, se a másikra, mert nekik is meg lesz a jutalmuk. Te ne félj, ne törődj te azzal, hogy vajon mi lesz Bill Gates-el azok után, hogy részt vesz a hazugságba. Mi lesz Orbán Viktorral azok után, hogy részt vesz a hazugságban. Te ne törődj velük, te nem miattuk aggódj, hanem aggódj el a saját lelked és a család tagjaid lelke miatt elsősorban. Mert azt mondja Isten, hogy az enyém az ítélet, nem kell te elítéld őket, nem kell te haragudjál rájuk, nem kell te követ hajítsál rájuk, nem kell te köpködjél rájuk, sőt, ne tedd azt. Ha egy mód van, akkor szerest, ha nem tudod őket szeretni, akkor ne foglalkozz, ne bajlódj velük, mert ők is meg fogják kapni a jutalmukat. Nem tudom, hogy van-e még valami, amit el akartam mondani a téma kapcsán. Nézem a kommenteket. Én is örülnek tűnt, de hogy egymásra találtunk. Na, ez nem egy népszerű videó, mint látjátok, tehát ezt nem lehet lájkolni, ezt megosztani sem lehet, főképp akkor, amikor mindenki azt osztogatja, hogy Bill Gates meg akarja ölni a világot. Kedves agató, a világot nem Bill Gates fogja megölni, hanem a te saját bűneit, a te saját hazugságait. Ez az, amit általában elrejtenek, úgymond nem mondanak ki, mert hogyha ilyent hall, ha ilyent mondana a pap, ilyent mondana a lelkész, a pásztor, akkor abban a helyben be kéne zárja a gyülekezetét, be kéne zárja a templomot, és több súska nem jönne számára, ugye a konyhára. De viszont, kedves agató, azt nagyon fontos kihangsúlyozni, fontos ezt megérteni. Aki nem tudta nekem ezt elhinni, amiről én beszélek ebben a videóban, annak én mindenképp azt tanácsolnám, hogy fohászkodjon az Úristenhez. Isten él, beszél. Mindenkinek kijelenti az igazságot. A mai igazságot, amely által szabaddá tud válni a lélek. Arra viszont, hát, hogyha valaki nem veszi rossz néven, tényleg én megkérek mindenkit, hogy aki úgy gondolja, hogy ez a videó tartalmas és létfontosságú, életfontosságú információt tartalmaz, az nyugodtan ossza meg, ne szidélje megosztani, mert elképzelhető, hogy egy-két ember még meg fogja érteni az igazságot azáltal, és valóságosan szabaddá válik, és nem úgy, mint a tüntetők, akik kimennek köpködni, meg kimennek reklamálni.
Tehát akkor ismétlem a lényeget, és azzal lezárom ezt a videót. Ha abban hiszel, hogy Bill Gates és az úgynevezett Illuminati fogja elpusztítani a világot, örök veszteségre ítéled saját magadat, mert egy távoli ellenséggel szemben sosem győzhetsz. János, Pityu, Attila, Jóska, Bill Gates nagyon messze van, nincs ahogy győzzél. Tehát hiába köpködsz a hősök terén, mert Bill Gates-et nem érdekli, sem Soros Györgyöt nem érdekli. Ők ezen röhögnek, ők köszönik szépen, jól vannak, egyet kocintanak is. Na zdrovje, érthető? De te azáltal, hogy őket úgymond próbálod támadni, meg hadakozni velük így elviekben, a Facebookon, őket abszolút nem érdekli, se nem oszt, se nem szoroz. Maximum inkább szoroz, mint oszt, mert növeli az ő hatalmukat, az ő tervüket. Mert az ember, ugye, te továbbra is hárítasz, ugye, továbbra is kint keresed azért az ördögöt, a sátánt, az embertársadban, a vezetőkben, és ekképp nem fogod meglátni a sátánt saját magadban. Aki nem látja meg az ördögöt, a sátánt saját magában, a saját életében, a saját gondolkodásában, a saját hazugságaiban, a saját bűneiben, az ember nincs, ahogy valóságos szabadulást nyerjen. És épp ez a lényeg, hogy az ember, ez a legnagyobb sátán az egész világban egyébként, hogy az ember kint keresse a sátánt, pontosan, mint ahogy csinálják ottan a hit gyülekezetében, hogy kergetik a zakóval, ottan hesegtetnek, hogy a sátán repüljön ki belőlük. Tehát hogy repüljön ki belőlük, amikor az ember részesen vette, és egy ilyen hamis képet táplál magában a sátánról. Meg hisz az ilyen képregényes mesékben, a Luciferben, meg a társaiban. Mert nem akarja megismerni az igazságot, nem akar személyesen hozzáfordulni, nem akar személyesen kijelentéseket kapni, megértéseket kapni. Ezért elhiszi, amit Németh Sándor mond, elhiszi, amit a papok mondanak, és ő nem találkozik az igazsággal, amely által megláthatná és megsemmisíthetné a sátánt, az ördögöt, a démont saját szívében, saját gondolkodásában, saját életében, saját elméjében. Mert aki észrevezi a sátán saját magában, az teljesen biztos, hogy már egy valóságos képet kapnak a miben létéről, és ha az igazságot megismeri, akkor le is tudja azt győzni. Aki legyőzte a belső sátánt, a külsőt már egy lehelletével megsemmisíti. Viszont aki még mindig hárít és ragaszkodik ahhoz, hogy háríthasson, mint ahogy erre vannak ugye az emberek nevelve a kereszténységben, addig nincsen, addig folyton hibáztatás lesz, és folyton keressük a Krisztust, akit fel tudunk feszíteni a keresztre. A felelősséghárító emberek voltak azok, akik felvesztették Jézust a keresztre, akkor is, és ma is ők teszik azt, mert magukon kívül keresik az ördögöt, a gonoszt, és mindig kell valakit találni, akit el lehet ítélni, meg lehet feszíteni, el lehet mágián lehet égetni, fel lehet akasztani. De hogyha ezt teszik az emberek, akkor sajnos ők magukat ítélik örök kárhozatra ezáltal. Tehát a külső ellenséggel szemben sosem győzhetsz, a távoli ellenséggel szemben sosem győzhetsz, az UFO-kkal szemben sosem győzhetsz, az amerikai filmek démonjaival szemben sosem győzhetsz, mert azok mindig távol vannak tőled, ilyen képzeletbeli dolog. És mindaddig, amíg velük hadakozol, addig eldobod magadtól a lehetőséget, hogy felfedezd magadban a legfőbb ellenséget, és megvívd vele a nemes harcot, és szabadulást nyerj azáltal. Ha a Krisztus világossága által meglátod saját magadban a halált, az ördögöt, amely az élet ellen hadakozik, és legyőzöd azt, bementél az örök életre, kedves hallgató. Ez a lényeg. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, szevasztok.